A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban egy zenei programra invitáljuk Önöket, majd láthatnak egy stúdióbeszélgetést egy tabunak hitt, ám de fontos témáról, a Klimaxról. Tartsanak velünk! Kodópen Árt műhely címmel rendezett zenei programot a Kodolányi János Egyetem a Múzeum Caféban, ahol Orsovai Reni szerzeményeit hallhatta a közönség. Orsovai René legújabb dalai is felcsendültek szerdán este a Múzeum Caféban. A fiatal énekesnő a Kodolányi János Egyetem által szervezett Kodópen Árt elnevezési esemény keretében örvendeztette meg a fiatalokat. Én mindenképpen azt mondanám, hogy nagyon sok kitartás. Az egyetem egykori hallgatója örömmel fogadta el a meghívást az eseményre, hiszen még mindig szívesen emlékszik vissza a tanulmányaira. Én is kodolányi hallgató voltam, úgyhogy nagyon a szívemhez nőtt az iskola, és nagyon jól éreztem magam az alatt a pár év alatt, amíg ott tanultam. Nagyon fontos szerintem, hogy van egy ilyen iskola, ami ennyire támogatja a könnyű zenét és a jazz zenét, úgyhogy én boldog vagyok, hogy járhattam, és hogy ilyen ex-kodolányistának mondhatom magam. Az énekesnő most tanárként tevékenykedik az intézményben, és elárulta, mi az, amit egy-egy tanórán át szeretne adni a diákoknak. Nagyon fontos, hogy szeretnék olyanokat átadni, amiket mondjuk egy általános iskolás énektanárnő még nem tud, vagy nem foglalkozik vele, ami a színpadon történik, ami azon kívül, hogy mit mondjuk mi van egy népzenében, vagy egy könnyű zenei darabban, mire kell figyelni, hogy azon felül még mi van, hogyan kell nem tudom viselni azt a nem tudom, akár a kommenteket az interneten, hogyan kell megcsinálni egy hangbeállást, hogyan kell dalt szerezni, ilyesmi, tehát hogy nagyon sokrét ez a dolog, és én szeretném az összes tudást, amit én fontosnak gondolok, azt átadni mindenkinek. Szoktam mutogatni ilyen általam elrontott koncertfelvételeket, hogy semmi nem fog történni, hogyha elrontod, senki nem fog rá emlékezni 3 perc múlva, a szövegedet csak te tudod, és általában senki más, úgyhogy ne féljenek a hibázástól, mert ez benne van, és emberek vagyunk, és hibázunk, és akkor lehet jól teljesíteni, ha az ember mer és kockáztat, és bevállalja azt, hogy ez vagyok én. Orsovai Reni minden színpadra lépésnél saját érzéseit, gondolatait igyekszik átadni a közönségének, hiszen, mint mondja, ettől lesznek igazán hitelesek a zenéi. Amikor én zenét hallgatok, azt általában a legtöbbször valamilyen okkal teszem, mondjuk ha szomorú vagyok, akkor szeretnék megvigasztalódni, ha vidám vagyok, akkor szeretnék kicsit kitörni, és nagyon szeretném, hogyha az emberek megtalálnák az én midalainkban is ezt a komfortérzet, és ezt a dolgot, hogy valamit jelent nekik a szám. Úgyhogy valami ilyesmi az én zenei célom. Szintén a Kodolányin szerezte diplomáját Székesfehérvár alpolgármestere Mészáros Attila, aki kiemelte, fontos, hogy az egyetemi évek alatt élményekkel is gazdagodjanak a diákok. Fontos, hogy az egyetemi tanulmányok idején a akadémiai tudás megszerzése mellett mindig legyenek olyan alkalmak, amikor a fiatalok egy kicsit közvetlenebb hangulatban együtt lehetnek, közös programokon vehetnek részt. Nyilván ez akár a széles a skálája a nyugodt beszélgetéstől a féktelen bulizásig, és azon, hogy abban az intézményben, ahol a művészet ilyen kiemelt, hiszen külön tanszék van a művészeti képzésre, ott azt gondolom, hogy fontos, hogy a volt kodorány is művészetések, akik befutottak, ők egyfajta példa képként a mai hallgatóknak adjanak iránymutatást az élményeikről, beszéljenek.
Nenét azt gondolom, hogy nem kell bemutatni Székesfehérváron, hiszen gyakorlatilag a kis lány kora óta ismerjük, már a hangszintéres idejében, Fehérvár hangján sokszor fellépett, és hát aztán pedig fantasztikus karriert fut be saját zenekarával, illetve nyilván szólóban különböző számok tekintetében, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá székesfehérváriként. Fontosnak tartom, hogy az új vezetés a Kodolányinak tökélt szándéka, hogy minél inkább növelje a fehérvári hallgatói létszámot. Ebben azt gondolom, hogy minden lehetőség megvan. A város ebben őket abszolút segíti és támogatja, és hát bízunk benne, hogy a következő programok már nagyobb létszámban lesznek, meg nagyobb helyen, hogy aztán minél több székesfehérvári fiatalnak, illetve az ide érkező fiataloknak is legyen minőségi kulturális programjuk. Az egyetem már többször rendezett zenei szakesteket, a Kodopen Art című esemény célja pedig, hogy ezek ismét hagyománnyá váljanak, és minél több tudást szerezzenek a fiatalok. Amikor elindultunk 2007-ben még a művészeti tanszékkel, akkor városban szerveztünk ilyen zenei szakesteket különböző tematikák mentén, és aztán az energia fogytán, meg érdeklődés hiányában ellaposodott és elmaradt. De az edukálás mindenképpen, tehát én hiszem azt, hogy nem csak ízlés kérdés, hogy ki mit hallgat otthon, mert ennyi erővel, nem tudom, Bunyós Pityu is Grammy-díjas művész lehetne, attól függetlenül nem akarom őt bántani, de más területen alkotott maradandót. Kell az embernek sokat, a hallgatónak is kell sokat tanulnia, a fülét tréningezni ahhoz, hogy aztán a megfelelő módon tudjon választani. Ugyanúgy, mint most már nem a tablettás boroknak örülünk nagyon, hanem a nagyon jó minőségben elkészített boroknak, vagy a fine dining megjelent a Benke Laci bácsi vegetás palacsintája mellett. Tehát tudunk különbséget tenni különböző minőségek között a zenében, és én bízom benne, hogy ez egyre inkább általános lesz. A Kodopen a tervek szerint havonta kínál majd igényes zenei programokat a fehérváriaknak a Múzeum Caféban. Mi nagyon szeretjük támogatni a helyi kezdeményezéseket, és úgy gondoltam, hogy ezzel az újjászerveződő Kodolányival, és ugye a Hőkösökkel felvettük a kapcsolatot, illetve ők vették fel velünk, talán egy új kezdet lehet, hogy Fehérváron egy új dolog kialakulhat, ami már régen volt, és talán lehet olyan, mint régen volt. Ez mindenképpen jó lenne. Palatinusz Endre szerint pedig szükség is van a különféle rendezvényekre, hiszen ezekkel jobban itt lehet tartani a fiatalokat a városban. Rengetegen elmentek már innen Fehérvárról, fiatalok főleg középiskola után eltünedeznek, főiskolára nehezebben jönnek ide, és muszáj itt tartani valahogy őket. És ezekkel a rendezvényekkel szerintem könnyebb, sokkal. Ugye közel van Pest, közel van Balaton, közel van Veszprém, mindenhol egy jó kulturális élet alakult ki. És szerintem ezekkel a dolgokkal, amik most alakultak, szerintem jókat lehet tenni a városért. Orsovai Reni koncertje után Slam Poetry következett, amelynek keretében székesfehérvári művészek léptek fel. Az estet a tanszék hallgatóinak közös örömzenéléssel zárta. A következő percekben mondhatnánk azt is, hogy férfi nézőink felállhatnak és elmehetnek, mert lehet, hogy ez a téma nem érdekli őket, de én azt gondolom, hogy Mosolygó Éva háziorvos meg fog engem abban erősíteni, hogy nem kell sehova menniük a férfi nézőknek, hiszen egy olyan témát hoztunk, amiről kell és fontos beszélgetni, még hogyha néha tabunak is tűnik. A mostani témánk a klimax, és szeretettel köszöntelek, és nagyon örülök, hogy fogunk erről beszélgetni, mert hát egy kicsit a felvezetőmben is mondtam, ugye, hogy tabú, egy picit üzle, légy szíves ezt a labdát, mert mi is azért megbeszéltük kettőnk között, hogy vajon erről most ciki beszélni, vagy nem ciki beszélni, de én meg azt gondolom, hogy kell, és te is gondolom. Határozottan így gondoltuk, hogy kell, annál is inkább kell, mert nagyon-nagyon fontos híreink vannak, információk, amiket jó, hogyha sokan tudnak. Na, erre kíváncsi leszek, hogy mi mindent fogunk tudni újat mondani, vagy hát olyan dolgokat mondani, ami azért mindenkinek az életében ugye jelen van. De egy nagyon picit menjünk akkor az elejére ennek a dolognak, mert hogy az, hogy klimax és hormonális változások eljönnek egy bizonyos életkorban, amikor már azt gondoljuk, hogy már kifele megyünk egy csomó mindenből, azért annak van egy kezdete is, ugye amikor a tini korba érünk, és ott is ilyen iszonyat nagy hormonális változások következnek be. Ugye most én is a saját kis tini gyerekeimen tapasztalom, és hasonlítják azért ezt az egészet a végét is ezzel.
Igen, az egy nőnek az életében a kisgyermekkortól a végéig három olyan nagy szakasz van, ami egy ilyen hormonális sokk. Az a pubertás az egyik, ahogyan mondtad a lányaidon, a várandóság, még egy nagy hormonális átalakulás, és a menopauza a harmadik. Szóval ez valóban ez a három rendkívül fontos hormonális szempontból. De ha egy picit kell, muszáj tudományoskodnunk, nem gyakran szoktunk, de ahhoz, hogy megértsük a hormonális változásokat, csak ilyen nagyon érintve, nem kell megjegyezni, csak megérteni, hogy amikor egy baba megszületik, akkor tel is tele van a két kis petefészke tüszőkkel, amikben petesejtek érnek majd meg. Amikor a pubertás elkezdődik, az első menstruáció idején egy tüsző megérik. Az agyalapi mirigyben, az agyban termelt FSH hormon hatására megérik, és a tüsző ösztrogén termel, nő, és amikor már megérett, a 14. napon megrepet, kiszabadul a petesejt, elindul vándorolni a méh felé, a tüsző pedig a helyén bevérzik, elsárgul az agyalapi mirigy LH hormon hatására, és progeszteron termel, a progeszteron pedig a méh nyálkahártyáját megvastagítja, és felkészíti arra, hogyha megtermékenyítődik az a petesejt, akkor abba be tudjon olvadni. Ha nem történik meg, akkor ez a folyamat elcsendesedik, a beágyazódás, hogyha megtörténik, akkor másféle hormonális változás indul tovább. És ez havonta ismétlődik ciklusosan egészen a menopauza idejéig. Most a pubertáskor, az első menstruáció ideje 8 és 15 éves kor között. Ennyire előre hozódott a mai kislányokon 8 és 15 éves kor között szokott megtörténni, az utolsó pedig 45 és 60 éves kor között, normálisan ettől vannak eltérések, de körülbelül ez jellemző. Most ez nagyon jó volt, hogy így levezetted, mert egyébként én azt gondolom, hogy sokan ezzel az egész folyamattal nincsenek tisztában. No de nem csak a nőket érinti egyébként, ahogy beszéltük is az elején, a pubertáskor sem, és ugye itt legfontosabb az, hogy ilyen mindenféle hormonális behatás ér minket, ami ugye a tinikorban is egy bizonyos viselkedési változással jár, meg hát amikor a klimaxról beszélünk, akkor is egészen feltűnő viselkedési problémák jelenhetnek meg, majd erről még beszéljünk, de azt is beszéljük meg, hogy a különböző kultúrákban hogyan fogadják ezt az időszakot most, hogyha csak a klimaxról beszélünk. Nagyon érdekes, nagyon különbözően kultúránként. Az egyik, ami egyébként nekem nagyon tetszik, Indiában az a nő, például már nem kell, hogy fájtlat viseljen, aki már nem menstruál, és nagyon nagy, ezen látják az emberek, hogy ő beleért abba a korba, ahol már nem lesz várandós, de ez azzal jár, hogy ők nagyon tisztelik az időseket, és azzal minden nő szívesen teszi meg ezt a változást, mert azzal egy nagy tiszteletet vált ki az emberekben, hogy ő már bölcsnek számít. A másik véglet Japán, ahol szintén kitalálhatjuk körülbelül, hogy ott nagyon nagy titok övezi mindenféle lelki és testi tünetet, elnyomnak magukban a nők, ez egyáltalán nem hasznos, mert ott nagyon nagy értéke van az önuralomnak, és az a nő az értékes, aki semmiféle jelet, tünetet nem mutat. Ez bizony nem szolgálja például az orvoshoz fordulás menetét, holott egyébként lenne segítség. Mexikóban szintén ott nem jellemző, hogy orvoshoz menjenek ilyen tünetekkel a nők, de ott egészen más indítatásból, nem azért, mert titok lenne, ott egyáltalán nem, hanem azért, mert ezt az élet velejárójának tartják, mint ahogyan a halál témáját is nagyon másként élik meg abban a kultúrában. Ez már sokkal, nekem sokkal tetszőbb verzió. Magyarországon valahol a sokféle kultúra keveredéseként tudnánk elmondani, de a magyar felfogás, hozzáállás is szorul kiigazításra, információkra, úgyhogy ma ezt ezért csináljuk. No, hát hogyha tényleg akkor most csak a klimaxról beszélünk, ugye, és azt beszéltük, hogy nőket és férfiakat is egyaránt érintő probléma, mert hogy oké, hogy a nőknél ez a menstruáció előbb-utóbbi elmaradásával jár, de nagyon sokféle testi tünetet is, és idegrendszeri tünetet is okoz, de a férfiaknál ugyanígy beszélhetünk erről. Egy picit beszéljünk arról, hogy ha ez az időben eljön, hogy most már akkor a nőknél beáll, és van ennek fizikai jele is, meg hát a férfiaknál is, akkor mi mindenem megyünk ilyenkor keresztül? Megszámolták, képzeld, 37 tünet.
jelzi azt, hogy megtörtént az utolsó menstruáció, és nincs most már több petaérés, és a hormonok leginkább az ösztrogén és progeszteron szint csökken, és ez váltja ki a tüneteket. Igazából az a fő probléma, az ösztrogén, ami a legismertebb, a közszájon is forgó női ciklushormon, az ösztrogén nem csak a ciklusban vesz részt, nem csak annyi a szerepe, hogy a női ciklus irányítja, befolyásolja, szakaszossá teszi, hanem egészen távoli szerveken is van hatása. És mivel az ösztrogén szint csökken ebben az időszakban, ezért a távoli hatások és kárt szenvednek. Tehát nem csak a menstruációt érintő panaszok vannak, nem csak vérzészavarok és egyebek szakaszoktól, mert három szakasza van a menopauzának, nem csak a menstruációt érintő panaszok vannak, hanem sajnos az egész egészséget érintő változást is okoz az ösztrogénnek a hiánya. És akkor mik ezek? Beszéljünk akkor ezekről egy picit részletesen, meg akkor kérlek mondd el ezeket a szakaszokat. A 37-et nem sorolom fel, de hát a leggyakoribb, ami a statisztikai adatok szerint a legtöbb nőt gyötri ebben az időszakban, az a hőhullámok, az éjszakai izzadás, következményes alvászavar, hangulatingadozás, vérzészavarok, a szexuális igény csökkenése, fáradékonyság, fejfájás, szédülés, testi fájdalmak, bőrszárasság, és még sorolhatnám 37-ig. A kicsit a tünetek a szakaszoktól is függenek, pré, peri és posztmenopauzális időszakoknak hívjuk. A pré az az előtti, a menstruáció elmaradása előtti hónapokban már érezhető egy zavar a ciklusosságban, és fájdalmas, szokatlan hosszúságú menstruációs vérzés. De ami a fő baj, hogy ebben a szakaszban tipikusan jelennek meg, a leggyakrabban az emlődaganatok, a méhnek a rosszindulatú daganatai. És ez felhívja a figyelmet arra, ez is, hogy szűrővizsgálat, szűrővizsgálat. Sokkal korábban is, minden évben szűrővizsgálatok, az az okos, aki minden évben végez szűrővizsgálatokat, de ha addig nem, akkor a menopauza közelettével pláne minden nőnek nagyon-nagyon fontos szűrővizsgálatokra mennie. A perimenopauzában jelentkeznek ezek a tipikus tünetek, ami már az ösztrogén hiány, a hormonális változás következménye, hogy hőhullámok, kellemetlen izzadások, alvászavar, egyebek, és a posztmenopauzában pedig az jellemző, hogy akkor már a tartós ösztrogén hiány sajnos szerv elégtelenségekhez is vezet, sokkal gyakoribb a sztrók, és ennek az ösztrogén is az oka, az ösztrogén hiány is az oka, sokkal gyakoribb a szívinfarktus, a csontritkulás tipikusan, mert az ösztrogén a csont anyagcserének is részese, és akkor ezek a hosszú távú tünetek miatt egy általános állapotromlás következik be. Körülbelül ezek a szakaszok szerinti tünetek. Tudunk esetleg erre valami statisztikát úgy nagyjából, hogy kik hogy élik meg a tüneteket, van ebben valami? Igen, a vizsgálati adatok szerint a nőknek körülbelül 20%-a érzi, hogy most a menopauzában van, de szerencsésen átmegy rajta. 30%-ánál már jelentős, észrevehető, megfogalmazott tüneteket okoz, és a nők 50%-a nagyon szenved, úgy, hogy a mindennapi életét zavarja, és akár betegséget okoz nála. Szóval ez egy nagyon fontos téma, és most, hogyha kellőképpen megijesztettünk mindenkit, akkor mondjuk megoldásokat is. Igen, ezt akartam kérdezni, mert hogy pont ahogy most itt hallgattalak, egy kicsit tényleg ijesztően hangzik ez, főleg az, hogy járhat egy csomóféle betegséggel, igen. De nyilván a tüneteket azért, tehát a betegségeket megelőzni nem fogjuk tudni maximum azzal, hogyha tényleg rendszeresen járunk szűrővizsgálatra, de hogy a tüneteket hogyan tudjuk enyhíteni. Az a kulcs szó, amit szeretnék mondani, hogy egyénre szabottan, és hogy van segítség. És ezért minden nőt arra biztatok, hogy menjen a nőgyógyászához. Nem egy általános, hogy most én bemondom ebben a műsorban, hogy mit kell szedni, és akkor mindenki jól lesz, de mivel az ösztrogén hiány okozza ezeket a tüneteket, ezért a régen ezt rettenetesen ellenezték, és részben volt is rá ok, mert hogy a hormonpótlás az megnövelte a meldaganatok valószínűségét, de finomodtak a készítmények, és az orvostudománynak ez a területe is
rendkívül sokat fejlődött, nagyon sok új találmány és bevált módszer, bevizsgált módszer létezik, csak valahogy az emberek nem haladtak ezzel, és az a jó hírem, hogy csak azért is érdemes hormonnal, most már más összetételű hormonkészítményekkel, vagy hormonszerű gyógyszerekkel segíteni, mert ezzel nem csak a női működést illető panaszokat csökkenthetjük, hanem a távoli szerveken létrejött panaszokat is. Szóval ennek a nagy jelentősége az az, hogy egy csomó mellékes hozadéka van annak, hogyha nem megpróbáljuk foggal körömmel kibírni a klímaxot, hanem kérünk segítséget, annak egyéb jó hozadékai is vannak, de szakaszoktól is függ, hogy éppen milyen segítséget adunk, hogy melyik szakaszában vagyunk ennek a hát 10-15 éves ciklusnak így az előtte-utána évekkel együtt, hogy melyik szakaszában vagyunk, és hogy egy-egy ember milyen társbetegségek közül, szóval mindenképpen egyénre szabott kell, hogy legyen. Kettő esetben nem jön ez szóba, hogyha valakinek aktív trombózisa zajlik, illetve hogyha rossz indulatú daganat zajlik, olyankor ez szigorúan tilos, de ezt is figyelembe fogják venni, aki a kezelést nyújtja, és mellette mellé kell tenni, amit mi még nem orvosi módszerrel kell, hogy változtassunk. A nem orvosi módszerről jut eszembe, hogy egyébként, hogyha mondjuk valaki érzi magán a tüneteket, és nem feltétlen gyógyszeres kezelést szeretne, hanem mondjuk a természetgyógyászathoz fordul, akkor milyenkor a javaslat, hogy most akkor mi az, amit kipróbáljon? Inkább higgyen a... Mert hogy annyiféle készítményt lehet kapni, szembe jön mindig az emberrel a különböző természetgyógyászati cikk is, de tudjuk, hogy a gyógyszertárban is lehet kapni rendes olyan termékeket, amik ugye a hormonpótlást szolgálják. Egyrészt ezt honnan tudjuk, másrészt meg honnan tudjuk azt, hogy éppen ha mondjuk valaki felfedez magán tüneteket, akkor éppen hányadik szakaszban van, vannak erre vizsgálatok? Igen, a nőgyógyász fogja tudni, és felméri a hormonális státuszt abszolút perfekt módon. És én még a természetes szerek adagolásánál is ki azt tanácsolom, hogy beszélje meg mindenki a nőgyógyászával. Sok okból mondom ezt, és még mellette, amit viszont segítség nélkül is tudunk tenni, hogy az életmódunkban, hogyha addig még nem jutottunk el oda, hogy rendszeresen mozogjunk, a rendkívül sokat tesz, csodatívű szer, a mozgás, hogy a táplálkozásunkat úgy alakítsuk, hogy az könnyen emészthető dolgokat tartalmazzon. Marhahús nem tanácsos a menopauza idején enni, például a vörös húsokat próbáljuk mellékelni, szénsavas italokat nem szabad. Ezeket vizsgálati adatok bizonyítják, hogy aki ennyit változtat is, dohányzás és alkohol szinte tilalom, vagy csak nagyon ritkán, mert ezek nagyon rontják a menopauzás tüneteket, a hosszú távú változásokat is, ami az összes szervműködésünket illeti, és a konkrét menopauzás tüneteinket is. És ha már annyit beszéltünk a férfiakról, akkor picit említsük meg azt is, hogy ők egyébként hogy élhetik meg ezt az időszakot. Mert hogy lehet, hogy van egy feleség otthon, aki éppen klimaxban van, igen. És tudom, hogy vannak erről nagyon sok ilyen szóviccek is, például, hogy hát te ugyanúgy klimaxolsz, vagy hát nézd magadra, te ugyanezt csinálod, mert hogy tényleg mondják, hogy az ember ilyenkor lehet ingerültebb, tényleg lehet, hogy hamarabb kiakad olyan dolgokon, amiken máskor nem szokott, de férfiaknál ez ugyanúgy jelen van. Abszolút, úgy nagy általánosságban ennyi fokban, de a férfi lét változása is megtörténik a férfi érett kor végén. Enyhébb fokozatban azért nem ennyire beszéd témája, és hát a nőknek annyi fronton kell jelen lennie, és ez a három sokkoló hormonális állapot, amiről beszéltünk, ilyen ingadozás egy férfi életében nincsen, ott csak megnövekednek a férfi hormonok mennyisége, és aztán elcsendesül, ez egy sokkal kisebb különbség, mint a nők életében a menopauza. No, hát azért beszéltünk ijesztőbb dolgokról, de szerintem itt a beszélgetésünk végén nyugtassuk meg a nézőket, hogy azért nem kell ettől a dologtól annyira félni, és ez az élet természetes velejárója. Abszolút. A legfontosabb mondatot mondtad, úgyhogy ami miatt nagyon fontos, és remélem, hogy sok nő ebből megértette az igazi üzenetet, ez az orvostudománynak az egyik utolsó tabu témája, ahol nagyon lemaradt a köztudat, a lehetséges segítség, illetően, mert mindenki fél a hormonkezeléstől, ma már van segítség, ami sokkal több előnnyel jár, mint hátránnyal, a hátrány pedig rendszeres szűrővizsgálattal kivéthető, úgyhogy irány a nőgyógyász, van segítség.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és legközelebb is várlak egy hasonló, de fontos és figyelemfelhívó témában. Köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.